Szeretettel és tisztelettel üdvözlök mindenkit, üdvözöllek benneteket a 2024-es Magyar Parasport Napja alkalmából elkészített prezentációnkon. Örülök, hogy úgy döntöttetek, úgy döntöttek, hogy ezt a prezentációt az idei Magyar Parasport Nap tekintetében megnézitek, megnézik. Én Szabó László vagyok, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, és a most következő percekben a magyar fogyatékos sport történetét fogom összefoglalni nagyon röviden, érdekességeket, talán izgalmas történeteket is mesélve róla. Utánam pedig az idei Magyar Parasport Napja két nagykövete, a paralimpiai bajnok úszó Konkoly Zsófi, és az újdonsült 10 kilométeres nyíltvízi világbajnok úszó Rasovszky Kristóf is egy rövid üzenetet, egy rövid kis bevezetőt fognak mondani a Magyar Parasport Napjához. Örülünk, hogy velünk tartotok. Köszönet azért, hogy figyelemmel kíséritek a magyar fogyatékos sportolók történetét és azokat, amik történnek velük a mindennapokban. Indítsuk is el a prezentációt, és nézzük, hogy honnan szaladjunk neki ennek a történetnek. Február 22-e minden esztendőben a Magyar Parasport Napja. Két szervezet szervezi ilyenkor a Magyar Parasport Napján történteket, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidősport Szövetsége, azaz a FODISZ. De hogy is lett Magyar Parasport Napja? Hogyan jött létre, hogy minden esztendőben február 22-én ünnepelhetjük a magyar fogyatékos sportolókat? Nos úgy, hogy a Magyar Országgyűlés 2017-ben hozott erről egy egyhangú döntést. Minden egyes képviselő, minden egyes párt megszavazta, hogy február 22-én minden esztendőben ünnepeljük a fogyatékos sportot. És miért pont február 22-én? Nos azért, mert 50 esztendővel ezelőtt, egészen pontosan 54 esztendővel ezelőtt, ezen a napon, február 22-én jött létre a mozgásgátoltak Halasi Olivér sportklubja, ami az első a fogyatékosok sportját szervező sportklub volt Magyarországon. Így aztán ezt a napot választotta az országgyűlés arra, hogy ünnepeljük meg minden esztendőben a magyar parasportokat, és ennek a programnak a lelke, a szíve, az a lélekmozgató program, mégpedig az, hogy minden évben a lehető legtöbb óvodában, iskolában, településen, egyetemen, ahol csak lehet, szervezzünk programokat, szervezetek ti programokat annak érdekében, hogy megismerkedjetek és még jobban tiszteljétek a magyar fogyatékos sportolókat. Láttok itt néhány fotót. Ezek az elmúlt években születtek ezek a fotók, vagy készültek ezek a fotók különböző iskolákban. Látjátok, ahogy diákok leülnek a székbe, és úgy asztali teniszeznek. Bekötik a szemüket, és csörgőlabdáznak. Leülnek a földre, és ülőröplabdáznak. Kerekes székből próbálnak meg kosárlabdázni, és sok más sportágat próbálnak ki saját maguk, amiket a fogyatékos emberek, a fogyatékos sportolók nap űznek, és ezekben a sportágokban próbálnak meg a csúcsra jutni. Fontos a parasportnap kapcsán az, hogy beszéljünk egy pár szót a szóhasználatokról. Miért para? Nos, azért para, mert a para görögül párhuzamosat jelent, és arra utal, hogy az olimpiák mellett a paralimpia, a fogyatékos emberek sportmozgalma párhuzamosan egymás segítve halad. A paralimpiákon, amiből a nyárit is és a télit is 4 évente rendezik meg, a nyárin összesen 22 sportág szerepel. És kik a fogyatékos sportolók? Nos, azok, akiknek az életük valamilyen fogyatékossággal zajlik. Ez a fogyatékosság lehet testi fogyatékosság, mozgásukban korlátozott emberekről beszélünk ez esetben, halláskárosultság, hallásfogyatékosság, ebben az esetben beszélünk a siketsportról, ez lehet szervátültetettség, amikor valamelyik szervét az embernek átültetik, transzplantálják, itt a szervátültetett sportról beszélünk a látásukban korlátozott sportolókról, és beszélünk az értelmi képességeikben gátolt sportolókról. Ez az 5 terület az, ami lefedi a fogyatékos sportot. Picit talán érdemes elmerülnötök benne, nos nem feltétlenül itt most, hiszen alkalmatok nyílik majd arra szerintem, hogy utána olvassatok a fogyatékos sport történetének. Szóval arról beszélni, hogy mikor is kezdődött ez a történet. Ez a történet a II. Világháború után kezdődött, amikor egy orvos, Sir Ludwig Gutmann Angliában, egy közép-angliai kórházban, Stoke Mandeville-ben számtalan sérültel, katonai és civil sérültel dolgozott együtt. Őket próbálta
meggyógyítani és utána integrálni a társadalomba. Sir Ludwig Gutmann volt az első, aki úgy döntött, hogy a sportot fogja ehhez eszközként használni. Összeverbuvált a kórházak kertjében néhány országból fogyatékos embereket, és sportversenyeket hirdetett nekik még csak néhány sportágban. 1948-ban szervezte meg az első, akkor még így hívták, Stoke Mandeville játékokat. Aztán ez a mozgalom gyorsan fölfutott, 1960-ban már paralimpiának hívják, és a Rómában szervezték meg, 1988-tól összekötődött az olimpiákkal, ahol olimpia van, ott utána néhány héttel paralimpia is van, és egyre magasabb és magasabb szintre emelkedett, nem csak a világban, hanem Magyarországon is. Nézzük meg azt, hogy milyen sportágokban tudnak a fogyatékos emberek sportolni, számtalan sportágban, nagyon sokban, talán olyanban is, akikre, amely sportágokra nem feltétlenül gondolnátok, hiszen a fene se gondolná talán, hogy rögbizni is lehet kerekesszékben ülni, vagy éppen azt kandert is lehet kerekesszékből űzni, vagy íjászkodni is lehet kerekesszékből. Bizony ezekben mind-mind lehet. Itt látjátok azokat a sportágokat, amelyekben Magyarországon űzik a sportolást fogyatékos emberek, és vastag betűvel pedig azokat, amik a paralimpia programján is vannak, ugyanúgy, mint ahogy az olimpia programján sincs ott minden sportág, így a paralimpia esetében is ez a helyzet. Ilyen széles körben éri el tehát a sport a hazai, a magyar fogyatékos embereket. Talán lesz alkalmatok arra is, biztatlak is benneteket erre, hogy olvassatok utána a leghíresebb magyar sportolóknak, akik fogyatékosként jutottak el a csúcsra. Az egyik legérdekesebb és legtragikusabb történet Halasi Olivér története, aki még a II. Világháború előtt sérült meg, úgy látjátok a képen is, ott a magyar vízilabda válogatottat látjátok, balról a második Halasi, és ha alaposan megfigyelitek a képet, láthatjátok, hogy a bal lábszára az bizony csonkolt. Ez egy villamos balesetnek a következménye. De Halasi annyira erős volt, hogy úszóként és vízilabdázóként is a csúcsra jutott, annak ellenére, hogy a bal lábát azt soha az életében többet nem tudta teljes értékűen használni, hiszen amputálni kellett. Kétszeres olimpiai bajnok lett a magyar vízilabda csapat tagjaként, vagy Takács Károly, egy katonatiszt, akinek a jobb kezében fölrobbant egy kézigránát, elveszítette a jobb kezét, átvette a pisztolyt a bal kezébe, és megtanult annyira lőni bal kézzel is, hogy kétszeres olimpiai bajnok lehetett. Ők ketten az első magyar parasportolók. A következő dián viszont már olyanokat láttok, akik parasportolóként, hogy mondjam így, valódi parasportolóként, hiszen paralimpikonként érték el a legszebb eredményeiket. Tauber Zoltán az első magyar paralimpiai bajnok. 1966-ban, sok-sok évtizeddel ezelőtt nyerte az első magyar paralimpiai bajnoki címet. Szintén egy kézigránát robbanás következtében tépte le mindkét alkarját, és így tanult meg asztali teniszezni, és vált a világ legjobbjává. Fejes András egy orvos professzor, ő az első magyar paralimpiai érmes. Szekeres Pál, két ember van a világon, akinek van olimpiai, meg paralimpiai érme is, Pali az egyik, aki még 1988-ban Szöulban az állótör csapattal lett bronzérmes, majd egy autóbaleset következtében kerekesszékbe kényszerült, és háromszoros paralimpiai bajnok lett. Vereckei Zsolt az egyetlen ember a világon, aki 7 paralimpián vett részt, és mind a 7-en érmet szerzett. Ő ezt úszóként tette. Vagy Jeszenszky Attila, a négyszeres paralimpiai bajnok úszó, akire nagyon büszkék vagyunk, mert ő Magyarországon az egyetlen, akinek 4 paralimpiai bajnoki címe van. Aztán olyanokat mutatunk itt a képen, akik aktívak, ma is sportolnak. Illés Fanni nevét és történetét talán már sokan ismeritek, hallottátok. Érdemes ezek után, a sportolók után is egy kicsit utána olvasni. Fanni úszóként lett paralimpiai bajnok. Veres Amarilla, egy nagyszerű lány, aki az első magyar vívó egyéni paralimpiai bajnoki címet szerezte meg 2021-ben Tokióban. Kis Péter Pál, kajakkenus, aki paralimpiai bajnok lett Tokióban, és reméljük, hogy idén nyáron Párizsban meg tudja őrizni ezt a címét, ahogy Ekler Lucára is igaz ez, aki pedig atlétaként ért a csúcsra, és reméljük, hogy 2024-ben a paralimpián ismét a nyakába akasztják az aranyérmet. Itt vannak a legutóbbi paralimpiai játékok magyar érmesei. Látjátok a mosolygós fiatal arcokat,
Aranyérmesek a legfelső sorban, középen az ezüstérmesek, lent pedig a bronzérmesek. Nagyon büszkék vagyunk mindannyiunkra, és látjátok, hogy milyen szép egyen felszerelésben mindannyiunkat, mindannyian az aranyérmüket, ezüstérmüket, bronzérmüket büszkén mutatva mosolyognak a képen. A fogyatékos sportolók számára pont ugyanakkora élmény eljutni a paralimpiai dobogóra, mint ahogy ez az épp sportolók esetében az olimpián van. És már említettem egy kicsit, hogy beszéljek jó róla részletesebben, hogy idén nyáron Párizsban az olimpiát követően megrendezik ismételten a nyári paralimpiai játékokat. Az olimpia majd augusztus 11-én ér véget, és alig telik el 2 hét, augusztus 28-án már meg is kezdődnek a paralimpiai játékok, és egészen szeptember 8-áig tart. 549 versenyszámban a világ 4400 versenyzője fog küzdeni az érmekért, köztük a magyarok, akik egyelőre a kvóta szerzésben vannak. Ugye a kvóta azt jelenti, hogy legyen jogosultságuk részt venni a paralimpián, minden ország ezt teszi most. 17 sportágban állunk harcban a kvótákért, és 7-ben már szereztünk is összesen 12 kvótát, látjátok a sportágakat, és itt van közöttük Konkoly Zsófi, a Magyar Parasport Napjának idei nagykövete, egyik nagykövete, aki szintén kvótaszerző, tehát biztosan ott lesz a paralimpiai játékokon Párizsban. Ahogy mondtam, a paralimpiát megelőzően olimpiára kerül sor. Számunkra, a magyar parasportban dolgozók számára nagyon fontos az olimpiai játékok is, hiszen ha az olimpiai játékokon sikeres a magyar csapat, akkor sokkal jobban odafigyelnek majd az emberek a paralimpiai játékokra is. Az olimpiát július 26-a és augusztus 11-e között fogják rendezni, és mintegy 11 ezer versenyző fog részt venni. Már 65 kvótája van a magyar olimpiai csapatnak, amelyiknek büszke tagja Rasovszky Kristóf, aki a Magyar Parasport Napjának idei nagykövete, és nem sokára majd itt a videóban ő is fog beszélni nektek. Látjátok, hogy az olimpián is már számtalan sportágban szereztünk kvótát, tehát lehetünk biztosak abban, hogy a magyar sportolók ott lesznek a párizsi olimpiai játékokon. Azt is el szeretném mondani nektek, nem a részletekbe menően, hogy a magyar fogyatékos sportban számtalan szervezet vesz részt. Van külön sportszervezete a hallássérülteknek, külön sportszervezete a szervát ültetett sportolóknak, külön sportszervezete a speciális olimpikonoknak. A speciális olimpikonok az értelmi képességeikben gátolt sportolók, akiknek nyilván nagyon speciális körülmények között lehet csak versenyeket szervezni, hiszen az értelmi képességek nem feltétlenül teszik lehetővé, hogy olyan szintre jussanak el a sportversenyek, meg a sportversenyeken való eredményeikkel, mint ahogy azt az épp emberek teszik, de ettől talán még szebb, hogy ők a sportban részt vesznek, és a sport a számukra is nyitott. Diákokról beszélünk a legtöbbet a Magyar Parasport Napja kapcsán. Tudnotok kell, hogy a Magyarország mintegy 9,7 millió fős népességéből 1,5 millióan valamilyen korlátozottsággal élik az életüket. Ezeknek az embereknek a döntő részének a korlátozottsága természetesen föl sem tűnik a mindennapokban. De vannak olyanok, az egyharmaduk körülbelül, mint egy 1,5 millió ember, akiket fogyatékosként kell, hogy, vagy fogyatékosként kell, hogy figyeljünk rájuk, fogyatékosként kell, hogy törődjünk velük, hiszen az ő életüket, a fogyatékosságuk, a testi vagy az értelmi fogyatékosságuk, az bizony nehézségekkel járítja. És elközült a 1,5 millió ember között mintegy 80 ezren diák, akik együtt tanulnak az épp társaikkal, és az a dolgunk nekünk, és meggyőződésem szerint az épp diákoknak is, hogy őket a lehető legtöbben, lehető leginkább segítsék a tanulmányaikban is, és a sportban is. Az ő számukra, mármint a diákok számára több száz eseményt rendezünk egész esztendőben. Diákolimpiát szervezünk az ő számukra. Az nyilván más körülmények között zajlódnak ezek adott esetben, mint az épp diákok számára. Szabadidősport eseményeket is kitalálunk a számukra, ahol megmutathatják saját magukat a versenykényszer nélkül. A lehető legtöbb sportágat szeretnénk a számukra megnyitni, annak érdekében, hogy kitalál, vagy megbebizonyosodjon, vagy nyilvánvalóvá váljon, hogy ők melyik sportágban rendelkeznek elég tehetséggel ahhoz, hogy a csúcsra jussanak.
És akkor pár szót arról, amit az imént már szóba hoztam, hogy milyen fogyatékossági kategóriák vannak. Az egyik ilyen a hallássérültek világa. 1912-ben Magyarországon már szervezett egyesület jött létre az ő sportolásuk érdekében. 18 sportágban bizonyítják be időről időre, most márciusban éppen majd a téli siketlimpián, hogy a hallássérültek számára is a sport egy fontos önkifejezési eszköz. És van közöttük egy egészen kiváló hölgy, Feltner Györgyné Ivánkai Mária, aki siketlimpiai bajnok, méghozzá 8-szoros asztali teniszező és a nemzet sportolói közé tartozik. A szervát ültetettek esetében is beszélhetünk sportról. Bár régen még azt mondták, hogy akinek átültetik a szívét, a máját, a vesét, a csontvelőjét, az bizony örüljön, hogy él, és próbálja túlélni minél hosszabban ezt a nagyon nehéz és komplikált műtétet. Ma már másképp gondolkodunk róluk, ma már úgy tekintünk rájuk, mint akiknek a sport az életük meghosszabbításának a lehetőségét jelenti. Ezért aztán egy egyesület keretében szervezik az ő versenyeiket, látjátok azokat a sportágokat, amikben ők megmutathatják magukat, és arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy Magyarország, egész Magyarország fogyatékos sportolói közül az év sportolója is lehetett 2020-ban Berente Judit, 2023-ban, most januárban pedig a szervát ültetettek asztali tenisz férfi párosa. Speciális olimpiáról is mondtam már egy szót, de legyen itt még egy dia róluk. A speciális olimpia még egyszer tehát a középsúlyos értelmi fogyatékosok sport szervezete, sport mozgalma. Nem Magyarországról, hanem Amerikából indult, ma már egy nagy világszervezetté vált, szerte a világban a speciális olimpikonok nagyon fontos és szép küldetést teljesítenek. 21 sportágban szerveznek számukra olimpiát, speciális olimpiát, és arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy a fogyatékos sportolók között az év sportolója választáson időről időre bekerülnek speciális olimpikonok is a legjobbak közé. És ha már az év sportolója gálát szóba hoztam az imént, akkor hagyj mutassam meg, hogy mi volt a helyzet legutóbb, 2024. januárjában, amikor a tavalyi év legjobb fogyatékos sportolóit választották meg. Nos, Kis Péter Pál és Ekler Luca, őket már említettem a korábbiakban, lettek a férfi és a női év sportolók a fogyatékos sportolók kategóriájában. A szervát ültetett asztali teniszpárosról is szót ejtettem, de hagyd tegyem oda melléjük Kákosi Olíviát, aki az év sportpillanata kategóriában a legjobb három közé jutott, a másik kettő Szoboszlai Dominik gólja, a magyar válogatott csapatkapitányának gólja, és Fogel Soma, a magyar férfi vízilabda válogatott kapusának világbajnoki címet érő védése volt. Nagyon büszkék vagyunk Olíviára is. Kedves diákok, kedves pedagógusok, kedves mindenki, aki ezt a prezentációt megtekintette, köszönjük, hogy a Magyar Parasport napján, február 22-én a fogyatékos sportolókkal, a fogyatékos sportolók történetével, a fogyatékos sportolók sikereivel foglalkoztok. Remélem, hogy sokatoknak, a lehető legtöbbeteknek lesz módja kipróbálni is a fogyatékos sportot. Arra kérlek benneteket, arra kérek mindenkit, hogy kövessék a magyar fogyatékos sportolók életét, szeressék, tiszteljék, becsüljék őket. Erre a legjobb alkalmuk idén nyáron a 2024-es Párizsi Paralimpia kapcsán lesz. És most jöjjön a két nagykövetünk, Konkos Zsófi és Rasoszki Kristóf üzenete. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, Konkos Zsófi vagyok, paraúszó. Én annó a testvéremért kezdtem el az úszást, ő már korábban is üszte ezt a sportot, és amikor lelátogattam az egyik edzésére a szüleim, már akkor láttam, hogy az ügyes gyerekek lufit kapnak, hogyha jól teljesítenek. Én is szerettem volna lufit kapni, ezért elkezdtem az úszást. Már kicsiként is nagyon szerettem vízben lenni, és ez azóta is töretlen. Az úszás mellett még általános iskolában teniszeztem, de amikor a 8. végén arra került a sor, hogy akkor ideje választanom a kettő sportág közül, akkor nem volt kérdés, hogy az úszást fogom választani. Én egy beleszületett rendellenességgel élek, a jobb kezem nem fejlődött ki teljesen, de azt gondolom, hogy ez nem jelent nekem hátrányt a mindennapokban, és igyekszem mindent önállóan megoldani. Én mindig épekkel voltam körülvéve, integrált iskolába jártam, és edzésen is épekkel itt úsztam, de ennek ellenére azt gondolom, hogy sosem ért engem hátrányos megkülönböztetés, úgyhogy szerencsésnek mondhatom magamat. 6 évesen kezdtem el az úszás Komlai Viktornál, majd nem sokkal később átkerültem Szamák Katalinhoz, akinél 8 évet úsztam. Az első élményem a parasporttal 2010-ben volt, amikor részt vettem egy paraúszó országos bajnokságon, és ez nekem nagyon különleges emlék, mert ugye mindig épekkel voltam körbevéve, és az volt az első olyan alkalom, amikor
amikor ennyi mozgáskorlátozott ember vagy parasportoló vett engem körül. Úgyhogy ez egy nagyon különleges élmény számomra. 13 évesen kaptam meg a nemzetközi besorolásomat, és még ebben az évben ki is vittek egy világbajnokságra. Majd rákövetkező évben egy Európa-bajnokságon is részt vettem, ahol sikerült már dobogóra állnom egy bronzéremmel, és ezzel kvalifikáltam magamat a Riói Paralimpiára. Akkor voltam 14 éves, úgyhogy szerencsére nem raktak rám túl nagy terhet, hiszen már az is nagy dolog volt, hogy kijutottam. De ennek ellenére büszkén mondhatom, hogy sikerült dobogóra állnom ott is, és egy századdal, de harmadiknak csaptam be a célba. A Riói Paralimpia után jött egy nehezebb időszakom, 2017-ben edzőt is váltottam, akkor kezdtem el dolgozni Jancsik Árpáddal. 2020-ig tartott ez a nehezebb időszak, és amikor jött a lezárás, akkor, és ugye csak magunknak készültünk, nem volt rajtunk teher, akkor kezdtem el fejlődni és javítani. 2021-ben volt az első verseny márciusban, ahol részt vettem, ez egy országos bajnokság volt, és ott 4 év után sikerült megjavítanom a legjobb idejeimet, úgyhogy annak nagyon örültem. Illetve ebben az évben még a paralimpia előtt volt egy Európa-bajnokság, ahol sikerült 3 aranyéremmel hazatérni, majd a paralimpiáról pedig 2 ezüsttel és 1 aranyéremmel, úgyhogy ez egy nagyon sikeres év volt nekünk. Jelenleg egy Európa-bajnokságra készülök, ami Madeirán lesz, illetve a Párizsi Paralimpiára, és a céljaim között szerepel az, hogy hasonlóképpen tudjam majd zárni, mint Tokiót. Sziasztok! Rasoszki Kristóf vagyok, olimpiai ezüstérmes, világbajnok és Európa-bajnok nyíltvízi úszó. Az a megtiszteltetés ért engemet, hogy Konkol Zsófiával együtt fölkértek minket arra, hogy mi legyünk a Magyar Parasport Napjának a nagykövetei. Rólam röviden és tömören annyit kell tudni, hogy ugye kisgyerekkorom óta úszom, versenyszerűen úszok, és emellett pedig tanulmányaimat Veszprémben a Panna Egyetemen folytatom, mint villamos mérnök hallgató. Most már elég közel állok hozzá, hogy végezzek, és diplomás ember legyek szerencsére. Úgyhogy tényleg ezek a legfontosabbak, amiket tudni kell rólam. Azt nagyon fontos tudni, hogy azért én úgy gondolom, hogy viszonylag későn ismerkedtem meg a parasporttal, tehát viszonylag későn, szerintem bőven azért ilyen 15-6 éves lehettem, amikor először találkoztam paraúszókkal is akár. És hát most már azért ott tartunk tényleg, hogy az úszószövetségnek is köszönhetően, illetve nyilván ahogy a média fejlődik évről évre egyre jobban, elmondható az, hogy tényleg egyre többet és jobban hallunk a parasportról is. És hát a Magyar Úszószövetségnek van egy olyan szerintem nagyon kezdeményezése, hogy egyre több olyan verseny van, ahol egyszerre jelennek meg itt Magyarországon mind a parasportolók, mind az épp versenyzők, akár egy országos bajnokságról van szó. Úgyhogy egyre jobban elkezdődött ez az integráció, szerintem ez egy nagyon jó irány, illetve tényleg a legutóbbi években már az is egyre jobban kikörvonalazódott, hogy az úszószövetségnek például rendezvényein, éves gáláin tényleg ott vannak a legjobb parasportolók és a legjobb épp sportoló is az úszószövetségnek, úgyhogy folyamatosan látjuk egymást, szerencsére rengeteg hír van mindkét oldalról. Úgyhogy én azt látom, hogy tényleg ebbe az irányba halad nem csak az úszásban, hanem most már tényleg egyre több helyen is a felfogás, és szerintem ez nagyon jó. Általános iskolában fordulhatott elő, hogy volt olyan tesi óránk, ahol kipróbáltunk, azt hiszem talán csörgőlabdázást, és becsukott szemmel kellett ezt a játékot játszanunk. Ez egy nagyon érdekes próba volt arra tényleg, hogy megtanuljuk azt, hogy milyen az, amikor az embernek például egy érzékszervét kiveszik a játékból, és úgy kell eredményesen és jól teljesíteni. Úgyhogy mindenképp le a kalappal minden parasportoló előtt.
Szeretném azt kívánni mindenkinek, aki különböző eseményeken részt vesz itt a Parasport napján, hogy tényleg ismerje meg, amennyire lehet a legtöbb dolgot, amit ki tud próbálni, vagy akár hallomásból tud róla információt szerezni, mert én úgy gondolom, hogy ezek egy nagyon jó élmények lesznek, és segít a felé, hogy tényleg úgy tudjunk akár a para sportolók felé, akár a mindennapjaikban fogyatékkal élő emberek felé viszonyulni, ahogy kell, és ezek nagyon jó tapasztalatok, úgyhogy kívánom, hogy mindenki, amit csak lehet, próbáljon ki.